Vásárosdombó, Mindszentgodisa, Gödre, Mágocs és Egyházas Kozár, Sást kivételével a kistérség minden iskolájából érkeztek felsős csapatok a 32. Szimea kupára. Nagyon jól tetszik, és egy döntetlenünk volt, és egy nyereségünk, szóval eddig nagyon jól állunk. Játszottunk a Bikol ellen, és játszottunk a Vásárosdombó ellen, és még a Gödre is van vissza, és a Mágocs. A kupa érdekessége, hogy a csapatokban nem csak fiúk, hanem lányok is szerepelnek. Hát igazából nyerni szeretnénk, nem sokon múlt ez a meccse, és nagyon örülünk mi lányok, hogy mi is mehetünk focizni. Mert ugye először a fiúk azok nem nagyon örültek, hogy mi bementünk ugye edzésre. Én már ugye az apukám is focizott, még most is focizik, és ugye edző is, meg játékos is, és akkor apa biztatott arra, hogy próbáljam ki. A lányok mindegyike kézilabdázik is, de a focit is nagyon szeretik. Én nagyon meg vagyok elégedve ugye a csapattal. Hát igazából én annyira nem vagyok jó, én hátvéd szoktam lenni, de mindenki nagyon ügyes, és hát azt, hogy nyerjünk. Mert ugye kézilabdázok is, és a labdajátékok nekem nagyon tetszenek, és akkor egyszer ezt is ki kell próbálni. A csapatokban nagyon fontos az összhang, hiszen az a sikertitka. Az unokatesóim is fiúk, és akkor azokkal nem tudok kézizni, hát akkor én is akkor elkezdtem a focit, és akkor egyszer azt is ki akartam próbálni, és akkor megtetszett a foci. Jól meg vagyok elégedve vele, hát is remélem, hogy megnyerjük most a többi meccset is. A Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Egyházas Kozár Bikali tagintézményébe összesen 107 tanuló jár. Ők két felsős csapattal érkeztek. Nagyon-nagyon kiemelt, sokkal több speciális fejlesztés van, mint egy átlagos köznevelési intézményben. Heti két órában tanulják a focit már egészen elsőtől kezdve a fiúk, és heti két órában a kézilabdát egészen elsőtől kezdve a lányok. Tehát sokkal több sportág specifikus fejlesztés történik, mint amit a mindennapos testnevelésnek a keretrendszere megengedne. A Szimea kupa története 1987-re nyúlik vissza, amikor a Bikali Általános Iskola megrendezte azt a bajnokságot, amire a környező települések felső tagozatosai érkeztek. Ezt azóta is minden évben megtartják. A mágocsiakat 32 éve Füzes Gábor kíséri el. A gyerekek mindig jól érzik magukat, és általában, sőt, mindig én is. Rengetegszer nyertünk, nagyon sokszor kikaptunk, de a játék mindig játék maradt. Sajnos meg kell emlékeznem azokról a kollégákról, akikkel együtt kezdtem, és sajnos már nincsenek közöttünk. Van, aki fiatalabban, van, aki már időskorában ment el. Értük is focizunk mindig. Rosszul kezdtünk, viszont beerősödtünk, és hát kicsit elbizakodottan jöttünk ide, de az első vereség észhez térített minket, úgyhogy most már két győzelem, és most már a döntőjébe jutásért megy a játék nem sokára. Ez a nap nem csak a sportról szólt, a műfüves focipályát erre az alkalomra a gyerekek rajzai díszítették. Hát az utolsó pillanatban írtunk ki egy ilyen pályázatot, úgyhogy csak a Bikali és a Kozári iskolába, tehát alsó és felső tagozatban készültek pályamunkák. Az alsó tagozatot itt a bal oldalon látjuk, és akkor a másik ugye ott van a jobb oldalon, és a gyerekek, tehát nagyon fontos volt, hogy nem mi felnőttek szavazzuk meg, ezért kaptak számokat, hogy ne egymás munkájára tudjanak ugye barátok egymásnak szavazni, és akkor így két kategóriába fognak kapni három-három helyezést. Az aprófalvas 27 településből álló sásdi kistérségben összesen alig több mint 15 ezeren laknak. A közoktatásban kialakult változások ellenére a működő iskolák kapcsolata jó, és ezekkel a csapatépítő napokkal is az összefogásra, az együtt gondolkodásra törekszenek.